Üdvözlök mindenkit, itt Zeki, és ma ismételten Assassin's Creed Shadows-szal fogunk foglalkozni, hiszen az utolsó videóm óta rengeteg minden összegyűlt ismételten a játék körül, és ma erről szeretnék veletek beszélgetni, úgyhogy vegyes lesz. De mielőtt hozzákezdenék, tudjátok a dílt, hogyha tetszik a tartalom, amint én gyártok, akkor kérnék egy lájkot a videóra és egy kommentet, toljuk meg az algoritmust, és előre is mindenkinek megköszönöm. Kezdjük a legelején, ugye minden kedves cég szeret promóciós anyagokat kiküldeni streamereknek vagy videósoknak a megjelenő játékukról. Ubisoft is így döntött, kiküldtek tartalmakot Japánba is. Na de itt az a probléma, Japánba tudnak olvasni az emberek kanjikot, Ubisoft nem hitte gondolom, és ismerettek a történelmükbe, amiben Ubisoft nem. De mindegy, ugye magyar tartalomgyártók is kaptak Ubisoft-tól csomagot, ment a segnyalása úgy kör, hogy kapjanak majd early access-t a játékot, hamarabb tudjanak streamölni, meg tartalmat gyártani belőle, meg hasonló dolgok. Ilyenkor mindig föl kell szopni a Ubisoftot vagy más kiadókot, hogyha korai hozzáférést adnak a játékot, mert ugye hamarabb tudnak contentet csinálni, és akkor több néző, meg hasonló, mindegy, hagyjuk. Na de, ugye megérkezett Japánba a csomag, és vannak problémák. Ugye a 280 dolláros csomagot küldték a streamereknek, ugye ez tartalmazza a figurát, amit kapó a Collector's Edition mellé, ahol a címerek rosszul vannak, és még plusz ugye kaptak ilyen kis díszdobozot, amiben vannak plusz tartalmak, és ott rosszak a kanjik. Na de, itt olyan problémák vannak, hogy Ubisoftnál van egy szakértő is, akit már többször elővettem és megemlítettem, aki segít nekik ugye ebbe a csodás játékba és e korszak megelevenítésében. De szép mondat. Sachi Schmidt-Hori, a professor of Japanese literature and culture who's working with Ubisoft on the game, said this. Yeah, I think people in Japan really, really embracing him as a character and we really like to see him representing the samurai spirit. És ez a nő eddig egy könyvet adott ki, aki a szexuális viszonnyal foglalkozik, buddhista pap és fiatalkorú gyermekkel kapcsolatban. Ezt így jól mondtam el. De igen, ő azzal foglalkozik, hogy a fölnőtt buddhista papok, hogy groomingolták a fiatalokat. Ilyen szakértővel vannak főszerelkezve kedves Ubisoft társaink, és a 280 eurós Collector's Edition 5-be meg elkúrják a címereket is. Hát ez egy ilyen cég. Na de, nem az egyetlen probléma itten, hogy a szakértő, akit ők fölbérőltek, az egy rakásszar, és feminista mellékesen azért bérelték fő őtet, hiszen tudjátok, 2024 van, aztán woke kultúra, DI pörög orvérzésig. Hanem az is, hogy próbálják a történelmet meghamisítani. És ezt úgy értem, srácok, amikor először bemutatták a csodálatos Assassin's Creed Shadows-t a fekete főhősünkkel, akkor a játék magazinok, a kedvenc újságíróink mind beüzemelték magukat, 100%-ra turbózták magukat, és olyan cikkeket adtak ki, hogy igen, Yasuke szamuráj volt, és ő a legendás szamuráj, meg anyám kínja, és ő történelmileg igenis valóságű személy volt, aki igenis szamuráj volt, ami egy nagy hazugság. És ugye IGN is csinált erről rengeteg cikket, The Gamer is csinált erről cikkeket, a magyar GameStar egy külön videót csinált erről, amikor végignéztem, azt hittem, hogy leolvad a pofám. Yasuke egy miatt szerepel ebben a kurva játékban, egy dolog miatt ásták elő a szerencsétlent. Azért, hogy hozza a DIY-t, ugye hozza a statisztikát, hogy legyen egy fekete reprezentatív a kurva játékukba. Ha megnézed Yasukét, dreadlockjai vannak a palinak vágod, és amikor mutatták a gameplayt, hip-hop zenére vered agyon a japánokot. Not while I have breath in my lungs and a blade in my head. I said kill him! Na de, Ubisoft szereti a pofonokat, és most házhoz mentek a pofonért, hiszen úgy döntöttek, hogy kiraknak egy interjút azzal a személlyel, aki felelős a Assassin's Creed Shadow forgatókönyvért, és ez az ember azt mondta, hogy rengeteget és szorosan dolgoznak együtt szakemberekkel, és ugye amikor kitér arra a nő, hogy tudja keverni a történelmi tényeket és a fikciót, ilyenkor tudjuk mire gondol, a DI-re,
ahogy mondtam az előző videókban is, a diversity, equity és inclusion, ugye, hogy woke legyen az egész szarjáték, hiszen a protagonistünk, a főszereplőnk az egyik, fekete is, meg meleg is lesz, ahogy előző videóban beszéltem róla, de ugye megnézhetjük a Star Wars videómot, ahol ugyanúgy beszéltem a DI-ről, aztán megnézhetjük a Concord videómot is, ahol beszéltem ugyanerről a DI-ről. Hát self-promotion, nézzétek meg, ha nem láttátok, nagyon vicceske és elég szomorú, ha belegondolsz. És eztet ugye Elon Musk is ma megemlítette, hogy a DI megöli a játékot, megöli az artot, hiszen nem azzal foglalkoznak, amivel kellene a sztorival, karakterekkel, gameplay-jel. Nem! Bele tudjuk csempészni, bele tudjuk erőtetni a játékainkban a kurva wokeness-t, a kurva diverzitást. Na de vannak emberek, akik reagálnak erre a mozgalomra, amit én is például képviselek, hogy nem akarunk DI játékokot, ilyen woke shit játékokot. Ez pedig Mike barátunk, a Gamertől írt egy csodálatos cikket, lefordítva úgy szól, hogy idióta vagyok, mert mindenre panaszkodom a videójátékokban, kivéve a kirúgásokra. Ugye itt arra céloz, hogy emberek panaszkodnak, ugye a fekete karakter, meleg a karakter, nő a karakter, etc. etc. De abban nem foglalkoznak a játékosok, hogy a játékiparból kirúgnak dolgozókot. Én Mike-nak csak annyit mondanék, ki a faszt érdekel? Szarmunkát végző, ki lesz ő baszva? Meg alapból a világ így működik. Mindig kirúgnak embereket. Ha van okukra, ha nincs okukra, így jártál. Sad story bro, de én mit tehetek róla? Semmit. Ez ugyanúgy van a én munkahelyemen, te munkahelyeden. Ha nem végzed jól a munkádot, akkor lehetséges, hogy hónap nem kell bejönnöd. Vagy történik valami a cégnél, és el kell engedni bizonyos embereket, akkor megtörténik. Ilyen a kurva élet. Üdvözöllek a való életbe, Mike. És ugye, a videójátékipar is így működik. Szarjátékot tesz ő le asztalra, nem adják el a megfelelő példányokat, nem hozzák vissza a bevételt, kirúgják őket a gecibe. Vagy max kapnak egy kis dadát, mert megtehetik, hogy még azért továbbra megtartják őket, és netán kövi játékuk majd sikeres lesz. De van, akiket kirúgnak a gecibe, mint például a Saints Row stúdiót is, én imádom a Saints Row játékokat, de az a új Saints Row egy borzalom volt, és megérdemülték, hogy kibasszák őket, minden rossz volt abban a játékban, és letorrenteztem azt a játékot, de a torrentet nem érte meg. És ugye ott van csodálatos Suicide Squad, de ott még nem rúgtak ki embereket, pedig őket is azért ki lehetne tenni, és ugye a stúdió, aki készítette a Forspoken-t, azokat nem rúgták ki, hanem csak más stúdiókon rakták vissza, azaz övéket megszüntették, de azért megtartottak még azért sok embert közülük. De a Xbox-nál is ugye nem mindenkit rúgtak ki, hanem más stúdiókon osztották be. Értem én, hogy kirúgnak embereket jobbról-balról, meg anyám kínja, de Mike, leszarom, elhiszed, kurvára nem érdekel. Na de ha ma Mike utálja a nyavajgó kommentelőköt, az embereket, kiknek minden bajuk van, azt mondom nektek, olvassunk kommenteket ugye a IGN Japan videója alatt, amiről meséltem, és nézzük meg, mit mondanak a játékosok. Azok a személyek, akik valós japánok, és a hagyományaikkal tisztában vannak, és a történelmükkel. És a dislike-like arányon láthassátok azt, hogy nem tetszik, nem smakkol a játék, és a komment szekcióban is láthassátok, hogy hát, nem smakkol a játék, de én azt mondom, hogy menjünk még az IGN-nek a Twitter oldalára, azaz X-re, és nézzük meg ott, mit mondanak az emberek, és itt is nem kedvelik ezt a játékot. De ugyanúgy, mint Európába, vagy pedig Amerikába, vannak problémák. Nagyon nagy problémák vannak. És nem csak a újságírók védik ezt a csodálatos játékot, hanem Redditen is már védik. Hogyha negatív véleményed van a játékkal kapcsolatban, a gameplay-el kapcsolatban, akkor bannolnak téged. Ha netán szóval teszed a DI, ami zavar téged a játékkal kapcsolatban, ugye, hogy Yasuke fekete, meleg is lesz, hasonló, bannolnak téged. Most már az emberek kezdenek rájönni arra, hogy ez hatalmas probléma, hogy ennyire előrtetik ezt a woke kultúrát, és ez miatt rengeteg mindent a háttérbe szorítanak, és az emberek ez ellen felszólalnak, de ezt el akarnak némítani. Na srácok, ennyi lett volna mára, Zeki Mókatára bezárul.
Mára ennyivel szolgáltam nektek. Biztos fogunk még találkozni Assassin's Creed Shadow tartalomra. Ne féljetek, lesz ilyen. Sok lesz még szerintem. Messze van még a megjelenés. Na de, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és hagyjatok egy kommentet, toljátok meg srácok algoritmust, és előre megköszönöm mindenkinek. Na de, mindenkinek szép napot kívánok, jól osz meg mindenkinek, és sziasztok!